GH-s ügy. Hát, az új GH-sok egy-két napig a GH-s fügyre reagáltak. A harmadik napon, amikor már úgy belejöttek a dolgokba, akkor, amikor meghallották a GH-s fügyet, akkor nem hozzám szaladtak, hanem ellenkező irányba. És hát valamit ellen mindig kellett aztán az ellenlépéseket megtenni. És kitaláltam azt, hogy az utolsó, aki utoljára ér hozzám, az kapja a feladatot. Hát azt fütty után rohantak, mint az őrültek. Úgyhogy valahogy így sikerült mindig azért túljárni az eszükön, és aztán így megoldódtak ezek az apró kis problémák. Azért ez is hozzá tartozott a kis tábori életformához,